tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Bányai Tamás vagyok, a Biokontroll ellenőre, és 2009 óta ökológiai almatermesztő vagyok. Témám címe: gyümölcstermesztés az ökológiai gazdálkodásban. Mindazok számára, akik új belépőként próbálnak vagy készülnek belépni az ökológiai gazdálkodásba, és mindazoknak is, akik már régóta ökológiai gazdálkodók. Mielőtt belefognának az ökológiai gazdálkodásban, véleményem szerint szükségszerű tervezni. Elemezni kell azokat a lehetőségeket, amelyek ránk várnak. Véleményem szerint szükségszerű ökológiai gazdálkodás szemléletbeli meggyőződése vagy szimpatizálása az ökológiai gazdálkodással, enélkül elég nehezen fog menni egyébként. Szükségszerű háttérismeretekkel rendelkezni, amely a saját gazdaságunkból, saját gazdasági tapasztalatainkból, szakirodalmi ismeretekből, forrásokból származhat. Lenni kell valamennyi növényvédelmi tapasztalatnak, tudásnak is emögött. Végezni kell gazdasági számításokat arra vonatkozóan, hogy egyáltalán amire pályázunk és amivel foglalkozni kívánunk, az gazdaságilag megérje nekünk vállalnunk. Terveznünk kell azzal is, hogy az élő munka ráfordítás növekedni fog sajnos, mert egy egyszerű példát hoztam, például a kézi kaszálás. Nagyon sokan akkor szembesülnek az élő munka növekedésével, amikor már gyakorlatilag bepályáztak vagy elkezdték az ökológiai gazdálkodást. Ültetvények esetében gyomírtásról csak mechanikai módon beszélhetünk, vegyszeres gyomírtás nem lehetséges. Plusz költségként jelentkezhet ezáltal a kézi munkaerő növekedése, illetve olyan gépeknek a hiánya, például ha nincs mondjuk egy mulcsozó vagy egy szárazozó, ami egyébként mondjuk gyümölcsösöknél általában lenni szokott, de adódhat például olyan is, hogy talajmaró hiánya. Később majd fogok beszélni egyébként a forgatásos talajművelésről. Fontos szempont az is, és terveznünk kell azt is, hogy az ökológiai gazdálkodás céljából átálló ültetvény alkalmas-e ökológiai gazdálkodásra, jelentős vagy jelentéktelen költségek mellett. Bizonyára költségek fognak felmerülni az átállással kapcsolatosan. Kockázatot jelente növényvédelmi szempontból, állapot szempontjából az ültetvényünkre az, hogy ökológiai gazdálkodásba fogunk. Bizonyos növényvédelmi problémák jelentkezhetnek erőteljesebben, akár például almában a bimbolikasztó bogár, amiről korábban egy alkágés vagy egy szokványos ültetvény tulajdonos azt se tudta, hogy van. Ökológiai gazdálkodásnál például a bimbolikasztó bogár teljes mértékben tudja az alma ültetvénynek az éves hozamát befolyásolni. Ugyanezt elmondhatom a moniliáról is megy esetében. Mind a kettő esetében van lehetőség védekezésre és hatékony védekezésre, viszont ezeknek a költségei magasabbak. Szükségszerű meghatározni a termelési célt. Milyen minőségben kívánunk gyümölcsöt előállítani, asztali vagy ipari minőségben, szedett vagy rázott formában. Nagyon hasznos, és számomra is nagyon hasznos volt, akkor 2009-ben úgy döntöttem, hogy ökológiai gazdálkodással foglalkozok. Azoknak a társ tulajdonosoknak, gazdáknak a véleménye, tapasztalata, akik a környezetemben élnek, nagyon sokat adtam a tapasztalati információgyűjtésre. Mindent körbejártam előtte, hogy mit, hogy lehet megvalósítani, akár milyen áron lehet ezeket megvalósítani, és ezek a tapasztalatok, ezek nagyon hasznosak. Bátorítom a gazdatársakat erre. Nem utolsó sorban a veszélyforrások elemzése. És itt most nem akarok túl nagy dolgokról beszélni, de egy alapvető dologról, hogy az a hely, vagy az az ültetvény, ahol én ökológiai gazdálkodást kívánok folytatni, mennyire alkalmas, vagy mennyire veszélyes helyen van. Ha a közvetlen környezetemben intenzív gazdálkodást végeznek, mondok egy nagyon egyszerű példát, ellenőrként tapasztaltam olyat, hogy régi TSZ-es ültetvény három sora ökológiaira volt állítva, két oldalról szokványos gazdálkodás folyt. Ennél az ültetvénynél, ennél a háromsoros ültetvénynél, amely egyébként megfelelt
minden előírásnak, tehát kettel rendelkezett. Nem valószínűsítem, hogy jó ökológiai gazdálkodást tud folytatni, mert szennyeződni fog elsodródásból előbb-utóbb. Tehát azoknak a területeknek, amit átállítani szándékozunk, jól izolált területeknek kell lenni. Valamilyen természetes védősávval védve, úttal, árokkal, szegény növényekkel, fasorokkal, akkor nagy valószínűséggel, elsodródási veszéllyel nem számolhatunk. És ennek a legalattomosabb változata az, amikor a később átállt terméket a beszállító, feldolgozó veszi észre, hogy szennyeződött. Tehát ezt mindenképpen mérlegeljük, mielőtt belefogunk az ökológiai gazdálkodásba, hogy kellőképpen meg tudjuk óvni az ültetvényünket. A kollégák említették, ültetvény esetében az átállás 3 év. A 3 év alatt tartani kell az ökológiai gazdálkodás előírás rendszerét, és csak ezután kap ökológiai minősítést. A tervezés szakaszához 2 variánst írtam le. Az egyik a már meglévő ültetvénnyel történő átállás. Itt gyakorlatilag az a kérdés, hogy tudok-e sikeresen termeszteni gyümölcsöt ökológiai keretek között a már meglévő ültetvényemmel, aminek adott a térállása, egészségi állapota és kora. A másik variáció pedig, akik most kívánnak ültetvényt létrehozni, azoknak azért sokkal nyitottabb ez a kérdés. Ők olyan fajtát is tudnak megválasztani, ami ökológiai gazdálkodásra alkalmasabb, tehát itt az ellenálló toleráns fajtákra gondolok, például leírtam a varasodás alma esetében lisztharmat, vagy ervini elleni, vagy toleráló képességet. A térállás. A térállás nagyban befolyásolja a gazdálkodás sikerességét, hiszen egy intenzív körülmények között létrehozott ültetvénynek intenzív tápanyag szolgáltatásra is van szüksége, emellett nyilván az öntözésre, mint ahogy említettem, és a tájolás is, vagy a kitettség is nagyon fontos szempont. Például mostanában jártam egy olyan ültetvényen, ahol dombtetőm volt, és ezáltal szellős volt az ültetvény, tehát a csapadék után hamar visszaszáradt. A vízborítottság a levélen az minimális volt. Viszont jártam olyan helyen is, ami a főúthoz viszonyítva egy meggyűltetvény 18 méterrel volt. Bár majdnem 1 kilométert mentünk földúton, és amikor kimondta a partner, hogy ez az ültetvény 18 méterrel van lejjebb a köves úttól, nyilván fagyzugos volt, tehát élből sikertelen volt a hagyományos vagy az ökológiai termesztés is már ott. Miben más az ökológiai gyümölcs termesztés, mint a hagyományos konvencionális termelés? Minden olyan művelet, amit helytelenül vagy nem kellő szaktudással, odafigyeléssel végzünk, az maradandó károsodást fog okozni az ültetvénybe. Tudomásul kell venni, hogy az átállási idő alatt egy ökoszisztéma épül fel. Nagyon sokat dolgoztam ökológiai gazdaságban, és van egy pár kollega, akit ismerünk, és tapasztalati információnk gyűjtése volt. Legszemléletesebb egyébként a körtében volt ez az átállási idő. A piros szerektől, hogy eljutottunk az átállt ökológiai ültetvényig, a körte levélbolhával nem volt gondom ökoban, soha. Úgy, ahogy zöldült a agrotechnika, a növényvédelem, úgy lett egyre sikeresebb például a körte levélbolha elleni védekezésem. És ha ebbe a felépített ökoszisztémába egy piros szerrel belenyúltam volna, már egyik napról másikra ez bedőlt volna. Tehát nagyon érdemes azt megfontolni, hogy például piretrineket juttassunk-e ki, akár természetes formában is, ökológiai ültetvényben, mert egy olyan populáció, ökoszisztéma alakulhat ki, amely minden rezdülésére érzékeny. Leírtam 2 gondolatot. A bio nem egyenlő a nem permetezekkel, és a bio nem egyenlő az éjjel permetezek szokványos szerekkel. Bizonyos tévhitek azért keringenek, mindazok, akik ezt művelik, illetve hát akik szakszerűen végzik az ökológiai gazdálkodást, tudják, hogy egyikről sem beszélhetünk. Előrejelzésen, megfigyelésen alapuló növényvédelmet végzünk. Együtt kell élni az ültetvény, ezt tudomásul kell venni. Ökológiai gazdálkodást asztal mellől kifejezetten nem lehet végezni, be kell járni az ültetvényeket. A megelőzésre, előrejelzésre kell tenni a hangsúlyt, és
mivel, hogy a kolléganő is említette, itt szisztemikus készítmények nem állnak rendelkezésre, ezért csak kontaktkészítmények, ezért a megelőzésnek rendkívül nagy szerepe van, és az időben történő felismeréseknek. Említettem a gyomok elleni védekezést. Üzemi körülmények között, tehát ültetvény szinten talajtakarást azt nem tudnám javasolni. Házi kerti körülmények között igen, tehát múlcsal történő takarást például, de a kaszállást, a múlcsozást, a talajmarózást, a forgóborona alkalmazását mindenképpen. És meg kell említenem még a tervezés szakaszában azt, hogy tisztába kell lenni azzal, hogy nincs vegyszeres gyümölcsritkítás. Kézi gyümölcsritkítás van, illetve úgymond próbálkozások vannak rézzel történő termésritkításra. Több-kevesebb sikerrel, nyilván nagyon nagy odafigyeléssel. Tápanyag utánpótlás. Szerves trágyán alapuló utánpótlásról beszélhetünk elsősorban. A szerves trágyának a almas trágyák, tehát szerintem minden településen van egy-két olyan gazda, de lehet, hogy már csak egy sajnos, ahonnan szerves trágyát be tud szerezni. A lényeg az, hogy ez nem iparszerű állattartásból származik. Nem feltétlen kell, hogy biogazdálkodó legyen az a termelő, akitől vásároljuk a trágyát, viszont nem iparszerű tartásmódból kell, hogy származzon ez a trágya. Emellett az istállótrágyák mellett a kereskedelmi forgalomban, és ez a palette egyre inkább bővül, lehet kapni szerves trágyát granulát formában, később egy kicsit még beszélek erről. A makroelemek kijuttatása, a foszforkália az ásványi formában megoldott, és a mikroelem pótlásra is teljes a paletta. Ahogy említettem, hogy a permetszere kontakthatása mellett sajnos a védekezési menetszám ez gyakorisága nőhet, de ez nem feltétlen így van, tehát évjárat függő is nyilván. Illetve az is szempont, hogy a végtermék az mondjuk egy alma esetében asztali vagy ipari minőségű, nyilván a kontakthatás miatt a menetszám ekkor biztosan, hogyha asztali almát kívánunk megcélozni, ez nőhet. Vágjunk bele az ökológiai termesztésbe. Javasolt agrotechnikák, szempontok, meccés. Nagyon fontosnak ítélem a tavaszi meccést. Nem csak a termőegyensúly beállítása miatt, hanem növényvédelmi tevékenység is egyben. Ugye jó, ha a gazda ott van, maradjunk ennyiben. Tehát a bérmetszők azok nem biztos, hogy ezekre a dolgokra odafigyelnek. Mikre? A termőrügy beállítása mellett szellőség kell tenni a koronát. Szellős korona, jó átjárható korona, jó növényvédelmet bíró korona, jó visszaszáradó korona, vagy a sarj és gyökérhajtások eltávolítása, például áttelelő levéltetű tojásoknál. Nagyon-nagyon sokat számítanak, ha ezekre odafigyelünk, és ezek el vannak távolítva. Másik fontos szempont, amit a régi öregek nagyon jól tudtak, bár akkor még gyakori volt a levél, az avar, a lombozat égetése, de egy a lényeg, és azt már most nem lehet, de egy a lényeg, hogy az őszi lehullott lombozatot jó, ha talajba forgatjuk. Miért is? Rengeteg olyan termőképlet van ezekben a levelekben, betegségek, amelyek ugye nedvesség hatására aktiválódnak. És amennyiben ezt talajba forgatjuk, vagy mozgatjuk és kiszáradnak, a fertőző képletek javarészt el is tűnhetnek, illetve nagy mértékben befolyásolják a következő évi növényvédelmi tevékenységeinket. A másik az, amit a meccéskor el tudunk végezni, a gyümölcs múmiáknak az eltávolítását. Ez ilyen sziszifuszi munkának tűnik így első hangzásra, de egy monilia visszafertőzésnél nagyon sokat számít, hogyha azokon a metszett fákon mennyi gyümölcs múmia található. Vagy a gyakorlott szem a lisztharmados ágvégeket, rügyeket észreveszi és eltávolítja, de ugyancsak észre lehet venni meccés alkalmával különböző rovaroknak tojáskolóniáit. Említettem itt a gyapjaslepkét, a gyűrűspillét, gyakorlat szem észreveszi, és ezt gyakorlatilag ledörzsöli a fáról.
talaj időszakos mozgatásáról, mint agrotechnikai munkáról hosszasabban is tudnék beszélni, de röviden, akár a szokványos ültetvények esetében is egyik leghatékonyabb módja a mezőpocok és a kószapocok írtásának a talajmozgatása. Nyilván vízháztartásbeli kérdés is, tehát abban az esetben, amikor olyan gradációk léptek fel, mint azt hiszem tavaly volt, mindenképpen ajánlott a talaj mozgatása, és itt köszön vissza az a tervezési időszakban a gépnek a megléte, tehát hogyha nincs talajmaró, akkor baj van, tehát akkor kérni kell vagy venni. Tehát plusz költségként jelentkezhet akár egy talajmarónak a megléte vagy meg nem léte. Virágzó gyomnövények. Egyszerű agrotechnikai beavatkozás. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, legalábbis itt a szatmári részen az alma pirosbimbós virágzás állapota alatt a piros árvacsarán, illetve a pongyolapitypang virágzik. Na most nyilván a növényvédelmi kezeléseknél is ezeket figyelembe kell venni, de agrotechnikai munkák szempontjából jó, ha meghagyjuk. Ezek csalogató, részben csalogató növények, tehát bevonzák a hasznos élőszervezeteket, tehát a méheket, stb. De elcsaló szerepük is van, akár a bundásbogár felszaporodásának, vagy elcsalásában is részt vesznek. De egyébként arra van más praktika is. Illetve nitrogén megkötő növények vetése sor közben. Említettem, hogy a foszfor-káli az ásványi anyag formájában jelen van, megvásárolható, beszerezhető, de a nitrogént azt csak amnisa formában jutható, tehát szerezhető be. Emiatt a nitrogén megkötő növények sor közben történő vetését ezt nagyra értékelem, illetve biztatok mindenkit erre. Feltáródás szempontjából, nitrogén feltáródás szempontjából. Növényvédelmi tevékenység mindenképpen az előrejelzés, csapdázás, megfigyelés, a megelőzésre kell fordítani a hangsúlyt. Azt kell mondjam, szinte az aktív időszakban napi szintű bejárás szükséges. Ezt nem mondom túlzással, főleg olyan évjáratban, mint például az idei, amikor csapadék hátán júniusig, és gyakorlatilag szemlére vagy előrejelzésre alapozottan folytatunk növényvédelmet. Hasznos élőszervezetek felszaporodásának elősegítése, katicák, fátyolkák, fülbemászók, ezek nem nagy szavak, ezek gyakorlott szavak. Amikor egy jól összhangba hozott ültetvény van, nagyon sokat számít például egy levélpirosító almalevéltetűnél, vagy egy zöld almalevéltetűnél a sikeres védekezés mellett egy sikeres populációnak, akár legyen az katica vagy fülbemásza, amikor azt a keveset már eltakarítják. Tehát amikor feljönnek a katica létszám, amikor teljessé válik, nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Hasznos élő szervezetek betelepítése, például ragadozó atkák, egyes cégeknél elérhető hasznos élő szervezetek, beporzó szervezetek is, tehát ezekhez is lehet bátran nyúlni. Említettem, hogy döntően kontaktkészítményekkel végezzük a növényvédelmi tevékenységünket, ez réz és kén. Ezek részben lehetnek faj specifikusak, például a spinozát hatóanyag, lehetnek szelektívek is, például a Bacillus thuringiensis fajták, nem taglózó hatásúak ezek a növényvédelmi készítmények, tehát ne tessenek azzal számolni, hogy kifújtuk és ez hat, ennek kell egy pár nap ezeknek a készítményeknek, hogy hassanak. Emiatt a tartás kifejtése lassabb. Agrotechnikai munkaként, illetve kiegészítésként mindenképpen azt tudom javasolni, hogy magasabb léménységgel permetezzenek, végezzenek növényvédelmi tevékenységet, mivel ezek a készítmények, kontaktkészítmények, tehát gyakorlatilag a fedetlenség hiányából nagyon sok probléma szokott előfordulni. Ezt nem csak a lemosó permetezésre értem, hanem az évközben történő permetezésekre, tehát emel dózisokkal nyilvánvalóan megfelelő napszakban és hőmérséklet mellett bátran kimerem ajánlani, alkalmazva akár az olajos permetszereket,
Nyilván tudjuk ezeknek a költségeit, de ökológiai gazdálkodásban az olajoknak nagyon nagy szerepe van, akár tavaszi, akár őszi lemosáskor. Visszatérnék a körte levélbolhára, áttelelő tojás vagy lárva alakra, az első nemzedéket, ha megsikerül fogni, a második és az azt követő nemzedékekre már sokkal kevesebb gondot kell fordítani. Ebben az olajok igazán nagyszerű készítmények, tavasztal és nyáron és évközben is a nyári olajokat alkalmazva. Növényvédelmi tevékenység, a légtételítés alkalmazása, nem tudom, bizonyára sokan ismerik, külön nem térnék ki rá, feromon illat túlnyomásán alapuló növényvédelem, ahol gyakorlatilag azt célozza meg ez a lehetőség, hogy a hím és a nőstény egyed ne találkozzon, nem történik petarakás, nem történik károsítás. Növényvédelmi lehetőségek gyümölcstermesztésen belül, gombabetegségek ellen, de ahogy kolléganő említette, elsősorban részkén, mint kontaktkészítmény, emellett emelném még ki a meszet, agromésztej, mészkénli, házi főzésű mészkénli, káliszappan és emellett gombák ellen trihoderma törzsek. Ez egy új vizsgálati irány, illetve egy új növényvédelmi irány. Baktériumok és vírusok ellen réz, de a prevenció fontos. A tápnövény vagy a köztes gazda, a vírusvektor felszaporodását próbáljuk megakadályozni, és igazából, ha ezek ellen sikeresen végzünk, akkor, tehát itt még gondolok olyanokra is, hogy például körtelevélbolhánál levéltetvek által okozott szívás, kártétel, ami vírusvektorként is gyakorlatilag funkcionál, kellőképpen tudunk ezek ellen a rovarok ellen védekezni, akkor nagy eséllyel adott évjáratban mondjuk egy ervinia fertőzést nem kapunk. Rovarkártevők ellen, tojások, lárvák ellen már az említett olajokat, narancsolajokat és káliszappant vethetjük be. Levéltetvek esetében az olajok, a káliszappan, a nímolaj, nymfaolaj és a kaolin. Lepkehernyők ellen általánosságban azt mondhatnám, hogy a Bacillus thuringiensis-t és granulovírusokat tudjuk alkalmazni, emellett kaolint, és nálam végső esetben a spinozát jöhet szóba. Kifejlett rovarok ellen, ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, ez a bimbólikasztó bogár, visszautalnék rá, aki almában gondolkodik, az kezdje el tanulmányozni, azt javaslom, de megadjunk minden segítséget, tehát kereshetik a biokontrolt is ezzel kapcsolatban, segítséget tudunk nyújtani, tehát a kifejlett rovarkártevők ellen a kaolin és a spinozádat tudom megemlíteni. Tápanyag utánpótlás, kizárólag engedélyezett és ellenőrzett szerves és mikroelemtrágyák felhasználásával. Minden olyan készítményt, amely pozitív listás, tehát ami ökológiai gazdálkodásban felhasználható, ezeket a NABI adatbázis tartalmazza, mind a termésnövények vonatkozásában, mind pedig a növényvédőszerek vonatkozásában. Ez a úgynevezett szerlista, ez bővül. Annak ellenére, hogy az Európai Unióban a pirosszerek leváltása, kivonása nagy mértékben és nagy ütemben folyik, az ökológiai gazdálkodásban felhasználható készítmények listája folyamatosan bővül. Ahogy ügyvezető úr mondta, ezek a készítmények, ezek az évek hosszú sora alatt egyre gyakoribbak, és olyan kínálat van belőle, főleg a tápanyag utánpótlókból, hogy játszva a tápanyag utánpótlás kérdését véleményem szerint meg lehet oldani. A szerves trágyáknak a felhasználással kapcsolatosan, mint tápanyag utánpótlószer, merem ajánlani, és tapasztalati szempontból az almas istállótrágya bizonyult a legjobban, és vált be a legjobban, viszont az anyagmozgatás, az ár, a kiuttatás, bonyolultság, a költségei miatt költséges gyakorlatilag, de hatása a legjobb. Emellett ugye minden szerves trágyának gyomosító hatása van, ezzel tisztában kell lenni, tehát a trágyázás elvégzése utáni évben fel kell készülni arra, hogy a gyomborítottság az intenzívebb lesz.
Említettem a granulált szerves trágyákat, kereskedelmi forgalomban kaphatók, hatóanyag tartalmakat meg kell nézni, és akkor kinek melyik a szimpatikus, hazai vagy külföldi forgalmazók, gyártók által előállított szerves trágyákat meg lehet vásárolni Big Bagben zsákosan. Makroelemeket említettem, nitrogén csak aminosav formájában, folyékony formában tudjuk megoldani. A kálium és a foszfor megoldott ásványi formában, mikroelemekről beszéltem. Visszautalnék az előbb elhangzott mondatomra, hogy a nébinél nyilvántartott, illetve felhasználható növényvédőszerek és tápanyag utánpótó készítményeknél nem csak azt kell vizsgálni, hogy az a készítmény ökológiai gazdálkodásban felhasználható-e, hanem azt is vizsgálni kell, hogy adott kultúrában felhasználható-e. Itt gondolnék a bodzásokra, diósokra, például a rezet, ugye, mint általános növényvédőszert. Nem minden rezet lehet például felhasználni bodzában, és nem minden rezet lehet felhasználni például dióban. Ez engedélyokirat kérdése, tehát érdemes áttanulmányozni, mielőtt beszerzik. Javaslom a szaktanácsadóknak, a gazdatársaknak a véleményét, mielőtt belefognak, és bátran biztatok mindenkit egyébként, hogy a biokontrollt is véleményeztesse bizonyos kérdésekben. Rendelkezésre állunk, és segítünk önöknek. Köszönöm szépen a figyelmet.